Nem mond nekem azt, hogy amikor ilyen háromkor a eggéberedett ujjaiddal a pénzérmékkel pöszmögtél, más-más csinál olyankor. Tehát nem a gyakorol a következő bűnösszügyére. De erről múlt időben, hát honnan még tudod, annyi gyereke lehet. Lehet, hogy lehet, persze, lehet, hogy a csaj mellett is fel kell pöszmögni a pénzérmékkel. Ajaj! Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Elszántan készült arra, hogy gyerekorvos legyen, aztán mégis színésznő lett. 50 éve tagja a Víg Színháznak, amelyhez mindvégig hű maradt. Az utóbbi években az alternatív színpadokon is kipróbálja magát. Párosunk másik tagja, Hajnóci Soma, kétszeres bűvész világbajnok. 7 éves korában döntött el, hogy bűvész lesz, aztán 2009-ben egy egészen egyedülálló produkcióval abszolút ő lett a világbajnokság nagydíjasa, sőt pár évvel később az első magyarként és egyben a világbajnokság történetének legfiatalabb tagjaként a világbajnokság zsűri tagja is lett. Az utóbbi években youtuberként és mind népszerű, több százezren követik szórakoztató videóit. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. A bűvészet az a színházi műfaj, ahol ugye az interakciónak van talán a legfontosabb szerepe az összes színházi műfaj közül, mert ugye mi aktívan bevonjuk a nézőket. És ez hát érdekes lehetőségeket kecsegtet magában, hogyha a néző is szerepet kaphat az előadásban, és hogyha valaki kötekedő, vagy valaki kicsit önérvényesítő, vagy jobban nyomja magát, mint kéne, akkor abból adódhatnak olyan szituációk, amik nem feltétlenül kívántak, de nyilván ezt az ember idővel megtanulja kezelni egyrészt, másrészt meg igazából ez a kisebb része a közönségnek, vagy úgy értem a publikumnak. A legnagyobb része én úgy érzem, vagy tapasztalataim szerint inkább élvezni szereti a bűvészetet, és legtöbben az én barátaim is közül is legtöbben azt mondták, hogy ne mondjam el most már, hogy hogy csinálom a trükkjeimet, mert ők jobban szeretik átélni a csodának az illúzióját. De van olyan, aki kötekszik? Tehát kimondottan az a típus, aki mondott, hogy nem úgy kell vele eljárni, mint ami feltétlen előnyös lenne, akit le kell szerelni? Van. Igen, hát ugye részben ez a céges haknik csodálatos világa, ugye, ahol én megegyződtem, tehát én azt ugye gyerekkoromban nekünk nem volt egy bűvészeket összefogó szervezet, mint mondjuk a stand-uposoknak, ahol lehet rendszeresen fellépni, meg kipróbálni új anyagot. Én oda mentem fellépni, ahova lehetett, vagy ahova éppen elhívtak, és bizony ez sokszor azt jelentette, hogy még egy céges rendezvényen a büfé asztallal kellett nekem versenyt futni, és az volt, hogy most ki lesz az érdekesebb, én vagy a töltött káposzta, ami nem egy könnyű helyzet. És ilyen rendezvényeken ugye sokszor enni, meg inni mennek az emberek, és hogyha picit ittasabbak, akkor jobban beleállnak helyzetekben, és én meg nem engedhetem azt meg, hogy tönkre vágják az előadásomat, tehát nekem is fel kell venni ilyenkor a kesztyűt, úgyhogy évek alatt én emiatt kellett, hogy megtanuljam kezelni ezeket a típusú embereket. Ami egyébként nagyon jót tett így utólag, mert most, hogy ugye rendes színházi közegben tudok meg saját esteken fellépni, így sokkal egyszerűbb dolgom van már abban, hogy megnyerjem az embereket. Művésznő, hogy kell mondjuk egy renitens nézőt leszerelni? Nem aki föláll és balézik, aki elkezd a cukorka papírral hangoskodni. Hát attól függ, hogy mit játszom. Mert mondjuk egy Shakespeare-ben az ember nem teheti meg, de egy monodrámában bőven előfordul, hogy azt mondom, hogy most kérek egy kis csendet, hallják azt, amit én hallok. Most egyet fordít balra, egyet jobbra, most húzza ki viszintesre, és most ki fogja nyitni, én kivárom azt is, hogy bevegye a száját. Sőt, meg fogom kérni, hogy mondja meg, hogy citromos, gyümölcsös, milyen cukorkát tett a szájába. Na most ég, mint a rongy. Igen. Én pontosan oda mutatok, pontosan oda beszélek, ahol ő a cukorkát kibontotta. Ezért aztán a harmadik sor, negyedik sor, hatodik sor is nézi, kereskéli, az meg megy össze, vörösödik. Szóval ez attól is függ, hogy... De ilyet meg is csinált többször. Volt ilyen, igen. És kélyes örömmel csinálta? Jaj, nagyon. Én eléggé fiatal voltam, amikor ebbe bele kellett, hogy tanuljak, mert a kakasülőn volt egy
osztály, aki, hát volt egy osztálybohóc, aki mindenre reagált. És nekem be kellett ugranom a nem tudom most, mi volt a szerepnek a neve. Na, mindegy, szóval a Szegedi Erika helyett be kellett ugranom, és ott nekem volt egy eléggé szörnyű monológom, hogy a férjemet puskatussal agyonverték a nyugati pályaudvaron, azért, mert olyan bátor volt, és szükségre kéreckedett. Ez volt pontosan a mondat, hogy szükségre kéreckedett. Ez volt a mondat vége. És akkor ott az amúgy is már nagyon nyüzsgő kis csapatból fölállt az osztálybohóc, és azt mondta, hát hangosabban, mint én, hogy mondd ki nyugodtan, hogy, bocsánat, muszáj kimondanom, mert így mondtam, mondd ki nyugodtan, hogy szarni ment. És úgy megállt bennem a levegő. És tudtam, hogy civilnek nem lehet lenni. Tehát erre mindig tanított a mesterem, Vámos László. Oda kerültem a Vígbe, a Várkonyi, a kollégái mindig azt mondták, hogy soha civilként te nem reagálhatsz. De ez olyan megalázó volt, hogy fölálltam, ilyen szalma kockák voltak, szalmával borított kockának támaszkodva ültem, fölálltam, középre mentem, rámutattam oda, ahonnan jött a hang, és azt mondtam, hogy ajánlom megtekintésre a Hétköznapi Fasizmus című filmet. És ha ott meglátod majd a gázkamrában elégetett emberek szemüveg halmait, vagy amikor észreveszed a hajjal díszített muszka csizmákat, akkor talán érted, hogy miről beszélek. Én visszamentem és folytattam. Ez egy délutáni előadás volt. És hát ugye tudtam, hogy most már holnap föl fognak hívni, megyek, kifizetem a büntetést, kerül, amibe kerül, nem érdekel, ha a havi fixem oda megy, de akkor is. Na most az volt a szerencsém, másnap tényleg hívott a Várkonyi, mentem az igazgatói szobába, és azt mondta, hogy ide figyelj, hallom, hogy tegnap mi történt. Azon ne haragudj, főnök, bocsánat. Tudom, kifizetem. De nagyon megalázó volt a szituáció, bocsánat. Azt mondta, egyetlen egy szerencséd van, hogy az első sorban ott ült az én urológusom, akinek ott vannak a számjegyek a kezébe beleégetve. Mint túlélő. Mint túlélő. És fölhívott engem telefonon, és azt mondta, ki ez? Ki ez a csoda? Ki ez? Nem ragozom tovább. Szuperlatívuszokban elmesélte, hogy volt egy ember, aki érte, kiállt. És akkor én azt mondtam, hogy hát az Isten hozta azt az urológust az első sorba, mert akkor én nem tartozom semmivel, azt mondja, hát csak annyival, hogy megkérdezem, mit iszol. Szóval ez tényleg nem szabad civilnek lenni, de ez nagyon megalázó volt, és hangos volt, és durva volt, és sose fogom elfelejteni. Neked volt olyan soma, ami aztán áttérünk a negatívumokról a pozitívumok irányába, de volt olyan, amire úgy gondolsz vissza, hogy te jó Isten, azt azért nem szeretném még egyszer színpadon átélni, mert tényleg azt éreztem, hogy itt most vége van a világnak. Hát szerintem, aki aktívan színpadon dolgozik, annak vannak ilyen élményei, jó esetben sokkal kevesebb, mint pozitív, de ugye beszéltünk olyanról, amikor a közönség miatt van valamilyen helyzet, és én ezt teljesen átérzem, és meg is értem, hogy itt az a helyzet, hogy nekünk kvázi mosolyogva szórakoztatni kéne tovább, tehát hogy menni azon a pályán, amit ugye csinálunk, amiért jöttek az emberek, de ugyanakkor meg mi is emberből vagyunk a színpadon, és ha valaki beszól nekünk, valaki lekezel minket a színpadon, valaki így megpróbál megalázni, hát azt hagyd ne hagyjuk már, főleg akkor nem, hogyha ez a mi előadásunk éppen, nem? Tehát, így van. És most megint vissza tudnék kanyarodni a céges rendezvények csodás világába, de hagyne. De volt például egy olyan eset, ami nem ilyen hecklerhöz, tehát ilyen beugató nézőhöz kapcsolódik,
Kint voltunk Portugáliában egy tévéfelvételen, ez ilyen 2010-11 környékén, ahol a világbajnoki műsorszámomat csináltam, és néhány olyan dolog miatt, amire nekem nem volt ráhatásom, a színpadon 600 ember és 8 tévékamera előtt hanyatt estem. És hát úgy gyorsan végig gondolom, hogy ilyenkor mit lehet tenni, mi a helyzet. Jaj, de jó helyzet. És lehet, hogy sokan lementek volna a színpadról, az ott az érdekes, hogy nekem a világbajnoki műsorszám az egy elég technikás dolog. Úgy ez a viszonylag a műsornak az elején volt, felálltam, folytattam a dolgot. Mintha mi se történt volna. Utána minden hibátlanul lement, mert már annyira bennem volt, hogy ezek után már nem történhet semmi rossz, mert nem tudok elejteni valamit, és akkor mi van? És az volt a röhely, hogy a műsor végén, mert ezt már mindenki látja, hogy itt valami olyan dolog történt, amire nyilván én sem számítottam, olyan vastapsot kaptam a közönségtől, mint addig szinte soha, ami nem azt jelenti, hogy most jobb volt a műsorom, mint mondjuk előző este volt, csak azt jelentette, és ez nekem egy nagyon fontos indikátor volt, hogy mennyire a közönség is emberből van, és mennyire együtt éreznek az előadóval ilyenkor a színpadon. Igen. Azt érezték, hogy ennek dacára végigcsináltad. Igen. És megnyerted a szimpátiájukat. Igen, és hálásak voltak ezért. Művész úr azt mondta, hogy milyen jó helyzet. Igen, ez egy jó helyzet? Ez nagyon. Ez zseniális. Ez annyira jó helyzet, hogy valaki elnyaklik a színpadon, és elesik. Hát az... És hova vitatnál? Nem, meg kell, hogy mondjam, hogyha a kellékek az emberből nem gurulnak ki, mert biztos ott van, itt van, ott van, amott van, nem értek hozzá. Szegény galamb, amire ráestem. Például azt nem lehetett már reptetni, az a szám ugrott. De hogy mondjam, ez az együttérzést nem a szakma, hanem az, aki nem esik el, hanem kényelmesen ül, az éli át, és azt mondja, hogy jó Istenem, fel tud állni, felállt. És most sánta? Nem sánta. Ne, fájdalmai van? Nincs fájdalma. És lemegy valami úgy, ami még kerekebb, mert az együttérzés már ott van. De nem kelt sajnálatot? Nem. Együtt érez. Uh-huh. Tehát ez nem sajnálat, hanem az a riadalom, hogy ne legyen baja. Soma, te olyan tudatosan készültél erre a pályára, a bűvészetre, hogy tudomásom szerint egyszer te írtál egy levelet, nagyon fiatalon, egy barátodnak, amiben tulajdonképpen te megjósoltad, hogy ez és ez leszel. Mindenki fog ismerni, sikerre vagy ítélve. És kvázi ezt evidenciaként jelentetted ki. Ezt nem sok helyen meséltem erről, úgyhogy tényleg jó munkát végeztél, azt, hogy mondjam. Volt ilyen. Igen. De akkor ez mi mondatta? Ezt mi mondatta veled? Ez egy érdekes dolog volt. Én az Egyesült Államokban tanultam a végzős évemben egy csere családnál, és akkor volt egy, ugye akkor még nem volt se Facebook, se Skype, se semmi olyan, tehát nem tudtunk csetelni, meg ilyesmi, úgyhogy a akkori, mai napig egyébként nagyon jó barátom, a pont tegnap este volt nálam szuzsizni este, leveleztünk, kézzel írt leveleket küldtünk oda-vissza egymásnak, és írtam a Dávidnak egy levelet, hogy mi újság van velem kint, leírtam, hogy mennyire hiányzik, ugye a gimis barátságunk hiánya, és aztán rátértem arra, hogy én úgy érzem, hogy engem a bűvészetben nagyon nagy dolgok várnak, hogy a világon mindenki ismerni fogja szakmában a nevemet, és le is írtam neki, hogy tudom, hogy most nevetségesen hangozhat, de hogy higgy el, hogy én, van egy ilyen nagyon erős érzésem. De ez érzés volt, vagy inkább hit? Hát figyelj, igazából szerintem az volt ezzel, hogy én nagyon akartam ezt, és ez egy ilyen önbeteljesítő jóslattá vált. Nagyon sok munka vezetett még oda, hogy belőlem legyen valaki. Nagyon sok meló volt, idő, energia, pénz, odaadás, hogy valójában legyen belőlem valaki. Amikor megmutattam a szüleimnek ezt a levelet, egyébként már a világbajnoki címek után, a húgom azt kérdezte tőlem, de hát honnan tudtad? És mondtam, hogy nem tudtam. Csak szerintem, és pont erről van szó, hogyha az ember elég erősen nem is az, hogy akarok valamit, mert ha akarok valamit, akkor azt élem meg, hogy nincs meg, hanem hiszem, hogy az meg lesz, te tudom. Tehát, hogyha én hiszem azt, hogy a gondolatoknak van egy olyan alkotó ereje, hogyha én látom azt, hogy fogni fogom, és érzem azt, hogy ez meg kell, tehát, hogy nem az, hogy ez egy opció, hanem ez így lesz, akkor az úgy is lesz. És nyilván itt nem arról van szó, hogyha most elhiszem, hogy leugrok a
tetőről is repülni fogok tudni, akkor repülni fogok tudni. Tehát értelmes határokon belül kell ezt értelmezni. De én hiszem azt, hogy az elég erős gondolatoknak ilyen tekintetben alkotó ereje van, és itt az én életemben is ez történt egy ilyen önbeteljesítő jóslat formájában. Nem arról van inkább szó, hogy az ember ilyen értelemben fanatizálja saját magát, és ezáltal csak is kizárólag a kijelölt út lesz számára az egyedüli járható. Ezáltal teremtődik meg az a lehetőség, hogy ezzel élni tudjon, semmint a körülmények kezdenének el hozzá alkalmazkodni. Én nem gondolom, hogy ez van. Igazából mehetett volna más irányba az életem. Egész konkrétan én egyetemen a levél után körülbelül 3 vagy 4 éve majdnem abba hagytam a bűvészkedést. Miért? Elsodorta az egyetemi élet, vizsgák, 2 nagyon viharos szerelmi kapcsolat. Mindig a nők. Mindig igen. A nők. Igen. Vagy a férfiak. Vagy a férfiak, igen. Szóval igen. A bulik, és igazából teljesen kihűlt a bűvészet. És pont az egyik, a 2 szerelmi kapcsolat, ezt azért mondanám, hogy nem egyszerre volt viharos, hanem egymást követően. De amikor a másodiknak vége lett, annak úgy lett vége, hogy a lány kapott egy ösztöndíjat Panamába, elutazott egy évre, én ott maradtam szívem összetörve, és tudtam, hogy kell valami, ami boldogságot, örömet okozhat, és tudtam, hogy a bűvészet egy ilyen dolog volt nekem, annak ellenére, hogy akkor szürke volt, már nem volt kedvem se fellépni, se semmit, és akkor úgy elkezdtem megint vele foglalkozni, és rájöttem, hogy bizonyos értelemben a bűvészet is olyan, vagy egy hobbi is olyan tud lenni, mint egy kapcsolat, hogyha foglalkozok vele, hogyha adok neki, akkor ő is ad majd vissza nekem. Tulajdonképpen, ha akkor ott nem töri össze a szívedet ez a lány, akkor lehet, hogy nem is vagy bűvész? Hát ezt most hagyj ne menjek ilyen jóslatokba, hogy mi lett volna, vagy mi nem lett volna. Az biztos, hogy így volt, és... Nem bánod? Hát a kapcsolatot lehet, hogy akkor bántam, utólag nem bánom, hogy így alakult az életem. Művésznő nagyon erőteljesen és megszállottan akart gyerekorvos lenni. 8 évesen... Azon belül is gyereksebész. Gyereksebész. Quelle différence, monsieur? Bekerült 8 évesen a kórházba, perforált vakbéllel. Önt tulajdonképpen ott megmentették, látott ott egy olyan orvost, ami által azt érezte, hogy nekem ezt kell csinálni, vagy miért volt ez ennyire erős hatással a későbbi életére? Mi lázta ott önt meg, hogy egy 8 éves gyerek azt mondja, hogy én gyerekorvos, gyereksebész akarok lenni? Hát valójában nem tudom, hogy életveszélyben voltam, mert tényleg perforált vakbéllel, és azonnal operáltak. Az biztos, hogy én feküdtem a faltól a második ágyon, és a fal mellett volt egy rácsos ágy. És a rácsos ágyban feküdt egy kislány, aki lehetett olyan 3-4 éves. Nem tudom, mai napig nem tudom, fel tudom idézni, le tudom rajzolni, de nem tudom, hogy hány éves volt. Majd kiderül, hogy miért. De soha nem látogatták. Én nem babáztam. Egyetlen egy porcelán fejű babám volt, azt a húgom összetörte, soha többé nem akartam más babát. És akkor látogatott édesanyám, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy kék szemű lencsi babát. Te babát? Tudom, igen. Kék szemű lencsi babát. Hát maga fiatal, maga is nagyon fiatal, nem tudja, hogy miről van szó. A lencsi babáknak egy ilyen rajzolt papundekli feje volt, azon volt a kifejezés, akár kékszem, akár szomorú, akár vidám, és puha textilből volt az egész teste. Tehát egy nagyon fogható, gyurmókázható, és ott feküdt ez a tüneményes kislány, akinek nem volt szemhéja, nem volt orra, nem volt szája széle, nem volt füle. Tehát minden, ami a fejéből kiállt, az le volt égve. És kiderült, hogy a testvérei disznóülés volt, vidéki kislány volt, soha nem látogatták, és disznóülés volt, és látták, hogy pörzsölik a malacot. És amikor elmentek a szűrbe, csűrbe, mit tudom én, tehát ahol feldolgozták a malacot, akkor a nagy testvérek kimentek, kivitték ezt a kislányt, aki akkor még csecsemő volt, fölkötözték a disznó helyére, és elkezdték pörzsölni.
minden leégett, ami kiállt a fejecskéjéből. Na most a kezefeje, a lábfeje, minden leégett. És akkor én kértem ezt a kékszemű lencsibabát, és ezt a lencsibabát odaadtam ennek a kislánynak, és ő a kis csonkocskájával megfogta. Ugye nem volt szemhéja, tehát láttam, ahogy megtelik a szeme, boldogsággal csillog a kék szeme, fogja a kis csonkocskájával a babát, és a csonka lábával megy, és mutatja mindenkinek, hogy milyen van. És amikor én ezt a... De ez annyira belém égett ez a kép, és azt mondtam, hogy gyerek sebész akarok lenni, és majd én ezeket a gyerekeket, akiket az ostoba bátyja, nővére fölteszi majd és pörzsöli, én majd csinálok neki kezet, lábat, orrot, megformázom újra, gyerek sebész akarok lenni. De most nekem akkor az nem volt, nem az jutott eszembe, hogy én egy plasztikai sebész leszek, hanem azt hittem, hogy ez szikével bárhogy azonnal megteremthető. Nem is lettek barátságba ott a kórházba? Jaj, hát imádtam. Hát akkor, amikor ő megkapta ezt a lencsibabát, ő nem tudta, hogy az én édesanyámtól kapta, hogy ő az én édesanyám. Hát de nekem is úgy mutogatta. És hát potyogtak a könnyeim. Hát egyszerűen varázslatos napokat éltem át. Úgy gyógyultam meg abból a komoly betegségből, hogy miatta tudtam egy pillanat alatt meggyógyulni. Szóval az ő öröme, az ő csillogó, soha le nem hunyható szeme, azt én nem tudom elfelejteni. Nem tudja, mi van vele. Fogalmam sincs, hogy mi van vele. Nem tudom, hogy mi van vele, de legszebb álmaimban operálok. Szóval, hogy valakinek visszaadni a látását. Csak azt nem mondja, hogy adott esetben vannak pillanatok, amikor el is cserélni ezt a pályát, mondjuk egy sikeres... Azonnal. Azonnal elcserélni? Holnap. A Kossuth díjat, a tapsot, az minden. Ünnepeltséget, minden? Minden. Hogyne. Hát ezeket a hátam mögé lehet dobni. Ezek már megtörténtek. Jó, de ha ezek nem de történtek volna... De ha én volna, Svédországban meg... élnék, ahol nyugodtan lehet egy 80 éves ember is beiratkozhat az egyetemre, akkor én beiratkoznék, és sebésznek tanulnék. 80 évesen. Hát ott lehet. Értem. Itt csak meg hogy... nem lehet. És hetente csinálok próbát, így kiteszem a kezem. Ja, hogy nem remeg a kezem. Hogy még mindig operálhatnék. Szóval lehet, hogy ez egy gagyaság. Minden díjam és minden csodálatos szerepem lehet is képes lennék egy kicsit úgy a hátam mögé tenni, de bizony megnézem a kezemet, hogy remege. A ti esetetekben van olyan, hogy kéz remegés? Nem lehet, ugye? Hát jobb, ha nincs. Milyen diplomatikus vagy. És hogy visszakanyarodjak a kérdésre, hogy kéz remegés van-e, ma már nincs, de emlékszem, pályám kezdetén volt, hogy volt. Előadás előtt, vagy úgy általában? Volt az izgulásnak az a foka, amikor emlékszem, hogy úgy fogtam volna meg a dolgokat, de hogy úgy nem tudtam, kézremegés, nem tudtam kontrollálni a kezeimet, de ez idővel teljesen megváltozott, és érdekes módon még a mai napig van, hogy hát az, hogy izgulok, aztán túlzás, izgatott vagyok, vagy hogy bennem van a bizsergés így műsor előtt, főleg, hogyha mondjuk nagy, vagy hogyha tét valami, vagy élő, tehát mondjuk élő tévéfelvétel, és olyankor én addig izgulok, ameddig fel nem megyek a színpadra. Én is így vagyok. Addig szörnyű, addig gyomorgörcs, és ahogy felmegyek, ott otthon vagyok. Én gondolom, hogy ez egy hasonló ugyanígy, dolog. Igen. Ott tudom, hogy hol vagyok, ismerem a színpadot, tudom, mi kell a nézőknek, tudom, hogy kell őket megfogni. Akkor álkérdés következik, akkor meg miért izgultak? Előtte. Ha tudod, hogy mi fog következni. Hát értem én, mindegyiknek megvan a maga váratlansága, kell a druk, de ha ilyen jól le lehet ezt vezetni, akkor az ember ezt ki is tudja kapcsolni, nem? Hát azt gondolnám, hogy nézd, igazából vannak olyan előadások, amikor
nincs bennem olyan jellegű izgalom vagy izgatottság, és sokszor ezek az előadások nem is olyan jók, mint azok, amik előtt izgulok, vagy izgatott vagyok. Tehát, hogy igazából valójában ennek van egy ilyen, ennek a mérlegnek egy másik oldala, hogy ha van benned egy kis feszültség, egy kis druk, akkor a jutalom, a lelki jutalom sokkal nagyobb utána. Ez koncentráció, kondicionáltság, idegi készenlét kérdése, nem? Mert valószínűleg az is. Én nem tudom egyébként, nálam két részre osztott ez. A bűvészetben a sima előadások és a versenyek, én ugye 10 évet intenzíven versenyeztem, a versenyeknél volt az, hogy az 10-szer annyi stressz volt, mint egy téterőadás is akár, mert ott szakma előtt, ott tudtam, hogy zsűri előtt, egy világbajnokság olyan volt, hogy én azt senkinek, legnagyobb ellenségemnek se kívánnám azt a lelki állapotot. Én egy héten keresztül gyakorlatilag folyamatosan majdnem elsírtam magamat, és nem azért, mert hogy meghalt a kutyám vagy valami, hanem a stressznek az a mértéke, ami tudtam, hogy 9 éve munkája, most 9 percben fog összpontosulni, egy lehetőségem van, és annyi, és ezt sajnos nem lehet máshogy. Tehát, hogy én akivel beszéltem, korábbi világbajnokokkal, világbajnoki díjnyertesekkel, mindenki vagy sírt, vagy hányt. Tehát ez a kettő műsor előtt vagy után, ez mindenkinél eljött. Mert hogy ez a világbajnoki szám, ez neked 9 évnyi munkád volt, precíziósan kitalálva másodpercről másodpercről az igen. Egész. És hát ugye az a nehézség, vagy az a dolognak a pikantériája, hogy ugye egyszer megcsinálhatod, és aztán 3 év múlva van megint világbajnokság, ahol megint kvalifikálni kell, olyasmi, mint az olimpia a sportolóknál. De ugyanazzal jöhetsz? Tehát ha elrontottad mondjuk az egyik évben 3 év múlva, hozhatod ugyanazt? Csak például pont az én műsoromnál, ahol ugye mobiltelefonokkal, még ilyen régi Nokiákkal bűvészkedtem, az a műsor még 3 év múlva, csak 6 év múlva már nem állt volna meg a lábán, mert már nem voltak olyan telefonok. Láttam olyan versenyzőket, akik összetörtek a világbajnoksági versenyzés nyomása alatt, kipotyogtattak csak egyet, és akkor, mint a dominó, pak, és jött az összes többi hiba is. Ezért van az, hogy mondjuk egy VB-re vagy egy olimpiára felkészülés, az nem arról szól, hogy a fogásokat kell, hogy begyakoroljam, hanem hogy azt a lelki állapotot a versenyről versenyre menetelve meg tudjam tapasztalni, és úgy fel tudja készülni, hogy a nyomást tudjam elviselni. Itt már réges-rég nem a fogásokról van szó, vagy arról, hogy éppen mit mutatok. Nyilván fontos, hogy jó műsor az alap, de hogy ezt a stresszt kell vinni, és pont ezért van az, én mai napig nagyon szeretek olimpiát nézni, nagy világversenyeket nézni. Amikor egy úszó, vagy egy futó, főleg amikor magyar színekben ugye van egy kis kötődés is hozzá, én úgy tudok nekik szurkolni, hogyha nyernek, én nem szégyellem, én el tudom magamat sírni a tévé előtt. Én is. Tehát, mert valószínűleg azért, mert megéltünk olyan típusú fönt és lenteket, hogy tudunk ehhez kapcsolódni, és tudom, hogy nekik sem az a 100 méter gyors úszás volt, amit ott beugrottak, és az 50 másodperc, 1 perc, amit leúztak, hanem az, hogy előtte volt 20 év, amikor heti 12 edzés, és hogy mindent erre tett föl. És az nagy áldozat, az nagyon nagy áldozat. Majd beszélünk arról is, hogy mi mindenről kell lemondani egy bűvésznek, mert tudom, hogy te nagyon sok mindent tettél bele. De ha már arról beszéltünk, hogy izgulás, meg igen. Tét, igen. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én most a készülés közben döbbentem rá arra, hogy az ön apósa volt Örkény István. Igen. Önben volt-e elfogódottság, legalábbis kezdetben, sem. Hogy egy 20. századi élő legenda családjába kerül be? Nem? Nem. De ez kimúlott Örkényéken, vagy ön volt ilyen jogkiállású, önbizalomítás ember? Nem, én voltam pimasz. Igen? Nagyon pimasz voltam. Ő mondott egy nagyon rossz mondatot, és onnantól kezdve én, hát elég sokáig pimasz voltam vele. Azt tudhatjuk, hogy mi volt az a rossz mondat? Hogyne, vérrokonok, és én játszottam benne azt, aki fejből tudta a menetrendet a vérrokonokon belül. De a teljes menetrendet Magyarországon fejből tudta. Ezt írta az Örkény, hát most mit csináljak. Nagyon nagy nevekkel voltam együtt, és Súlyog, Tábori, Rutkai meghívott vendég, Mensáros, tehát őrült nagy nevekkel, és rendelkező próba volt még, Várkonyi rendelkezett, talán
első vagy második, mindenki botorkál ilyenkor, példánnyal a kézben, fülünk mellett, ezért ceruza, beírjuk, hogy azt kéri a rendező, hogy itt ülj le, itt menj ki, itt pofozd meg, stb. És akkor fülünknél a ceruza, botorkálunk, és egyszer csak ugye az István a 10., 11. sorból fölszólt, hogy Zolikám, ki ez a kis senki ott fönt a színpadon, aki a bokor kislányt játsza? És akkor visszafordult a Várkonyi, és azt mondta, hogy Kútvölgyi Erzsébet, de tanuld meg a nevét. Ennyi. Nekem ennyi elég volt ahhoz, hogy mész te az anyádba. És így ment föl bennem a pumpa, hogy mit tudok csinálni. De akkor még pályakezdő volt, ugye? Persze. Mit tud ilyenkor egy kis senki másnapra, mert újra be fog ülni a 11. sor közepére? Hát úgy gondoltam, hogy egy éjszakám rámegy. Megtanultam az egész szerepet kívülről. Miközben a súlyok, a blablabla, mindenki botorkál, és alig tudja elolvasni, föltolja, lehúzza a szemüvegét, belenéz, Zolikám, mit is mondtál itt? És én meg, hát jobban, mint a premieren. Az egész menetrendet, mindent, de úgy, mint egy tank. És akkor éreztem, hogy ez volt a legnagyobb bosszú. Tehát ennél jobb bosszút nem tudok kitalálni. Vége volt a próbának, a Pesti Színház, és ott van egy kis lejtő, befelé menet lejtő, kifelé jövet egy kis emelkedő, három lépcső, emelkedő, egy ilyen ócska, bordó filc, amit nem lehet rendesen takarítani, mindegy. És próba végén látom ám, hogy jön az örgény. Letérdel, és bocsánatot kér, bocsánat, bocsánat, bocsánat. És emlékszem, hogy visszafordultam, és azt mondtam, hogy bocsásson meg magának a Luckizi, és kijöttem. És ez olyan érzés volt, hogy azt hittem, hogy a mennybolt rám szakad. No, de ekkor még nem ismerte a fiát. Á, dehogy. És eltelt x év? Eltelt mondjuk másfél év, ahogy én elküldtem, és bocsássok meg magának a Luckizi, és a kaposváriak jöttek, és vendégjátékra jöttek a Vígbe. És nekem a második sorban volt középre jegyem, és a hátam mögött egy váligérő, ilyen laza, barna, hullámos hajjal, gyönyörű szemekkel ült egy fiú. És akkor néha, hogy előrehajolt. És azt mondtam, hogy te hagyjál már engem, ne engem néz, hát nézd meg, milyen nagyon jók. És állandóan behajolt. Szünetben megkérdezi a Radnóti Zsuzsi, aki akkor együtt élt az öreg örkénnyel, hogy na, milyen? Hát mondom, zseniális. Hoztam egy üveg gonyakot, majd tapsnál föl is gurítom nekik. Tehát tényleg ott volt nálam egy üveg gonyak. Akkor még az aluljáróban árulták az Ararátot. És akkor én vettem egy nagy üveg Ararát gonyakot. És ezt nem is tudtam, föl szokták gurítani az alkoholt. Dehogy! Ja nem, csak vízből. Hát ez... Ja, saját találmány akkor. Persze. Ja, jó, azért. Hát én nagyjából tudtam, hogy ez egy jó előadás lesz. Jó előadás volt, és úgy behajoltam a második sorban, és úgy fölgurítottam a konyakot. Hát ők nagyon boldogan megköszönték, igen, és úgy leintegettek, látták, ott ül a zsike. És akkor... Hát ez a hullámos hajú ember azt kérdezte, hogy haza kísérhetem el, mondom, dehogy is. De nem az előadást nézte, hanem engem, nem. De miért mondott nemet neki? Mert milyen dolog ez az ember eljön egy zseniális előadást nézni, és eljött, behajol és nézi, hogy hát ki nézi. Van, hogy fölül írja egy másik élmény. Nem, az, azt én mit tudtam, hogy mit ír fölül, meg mit gondol ő magában. Hát az engem kimondottan dühített. Végül is elkísért, és akkor mondtam, hogy idáig ez rendben van, viszontlátásra. De hát ő szó sincs arról, hogy maga följön ide. Kizárt. És akkor, de a telefon, legalább a te. Na jó,
Az egy szívós fiú volt. Legalább a telefon, és akkor éjszakákon keresztül, hogy maga mit lát. Hosszú ideig magázottunk, hogy én most éppen három állványon áll egy kamera, és engem vesz. Meg elmondtam, hogy éppen mit látok, ő is elmondta, hogy éppen mit lát. És akkor ez így hangban valahogy, hát hogy mondjam, hát... Megteremtődött. Hát igen, hangban. Hangban. És akkor Zsuzsi kérdezte, Radnóti Zsuzsi, hogy hallom, hogy még mindig együtt vagy a Pista fiával? Mondom, milyen Pista fiával? Ugyanis bemutatkozott ő nekem, és azt mondta, hogy Kökény Antal. És én mondtam, hogy én meg a Kutas Böske. Mert ha valakit Kökény Antalnak hívnak, akkor én vagyok a Kutas Böske. Tehát én tényleg azt hittem, hogy ő Kökény Antal. Fogalma. Mert egyébként hadar, mai napig hadar, de én tényleg úgy értettem, hogy Kökény Antalt mondott. Erre mondtam én azt, hogy én meg a Kutas Böske. És akkor ez sokáig így. És akkor a percipi állódott, hogy basszus, ez az Örkény fia. És akkor én mondtam neki, hogy szó sem lehet róla, hogy itt telefon, hogy hazakísér, kizárt dolog. Hát én úgy utálom a maga apját, hogy ez kizárt. Ja, mert ilyeneket is mondtam neki, hogy lehet magának annyi kosúdia, amennyit akar. Ja, Luckizinél. Persze, mindent. És akkor, hát ő meg erőszakoskodott, míg én föl nem mentem az ő cselédszobájában, ahol lakott, a Mese utca 5-ben. Én nem voltam hajlandó, hogy oda följöjjön a Rottenpillerbe. Valahogy az nekem egy búvó helyen volt. Nem, nagyon nem akartam, hogy oda bárki betegye a lábát. És akkor fölmentem a cselédszobába, és iszonyatosan, én éjszaka annyit tudok enni, hogy az ember nem eszik annyit, akkor éhezem meg. És akkor fölmentem, és mondtam, Olaf Ricsider, amit találtam, mind vittem be a cselédszobába, és ettem, és ettem, és ettem. És egyszer csak kinyílik az ajtó, és azt mondja, Antal, te zabálok az ajtó mögött. Antal, te vittél ki mindent a Ricsiderből? Igen, én. Na, de mi? És hol van? Hát, és akkor úgy előbújtam, és azt mondtam, hogy hát én eszem, amit kivettem a Ricsiderből, mert nagyon éhes vagyok. És te ki vagy? És mondtam, hogy hát én Gutföldi Erzsébet. Gutföldi Erzsébet? Éjszaka volt. Komolyan. Na, mondta a mamája, és békén hagyta a fiát. Hála a jó Istennek, mert nagyon-nagyon jó barátnők lettünk. Nagyon. Már régen nem éltem az Antallal. Már réges-rég megszületett Iván fiunk. Már régen külön éltünk, és mi még mindig összejártunk. Most Örkényről beszél, vagy az édesanyjáról? Az édesanyjáról. De Örkényen sikerült aztán kibékülni, tehát jó lett a viszony, nem? Hát olyan lett a viszony, hogy neki volt egy nagy pillangó fotelja, az biztos ismerette is. Ez a nagy fotel, ami nagyon szép verandájuk van a Pasaréti úton. És ő háttal ült az ablaknak, tehát ő nem látszott ebben a nagy fotelben, és bennünket, Antalt meg engem, a fényre ültetett, és azt kérdezte, hogy na hát akkor mi történt a héten? És ő várta a két kis ellenálló, mert mi akkor nagyon ellenállók voltunk, és nagyon nem akartuk építeni a szocializmust, és akkor nekünk el kellett mondani, hogy mi volt a héten. És mi elkezdtünk mesélni, és akkor ő néha azt mondta, hogy valóban, tényleg, mikor, na hát, még ilyet, de egy olyan 2,5-3 percenként. És egyszer úgy azt mondtam neki, hogy a 10. ülésen, István drága,
Mi lenne, ha fölvennénk ezt magnóra, maga mellé tenné, és 2,5 percenként forog a magnó, a magnó azt mondja, hogy tényleg, valóban, még ilyet, na hát, komolyan. Ilyen pimasságot meg mert engedni? Hajjaj. Hogy reagált örkény? Elrögte magát, és azt mondta, hogy nagyon jó ötlet. Na most így békültünk meg, hogy egyszerűen én nem állhattam ezt a gépies 2,5 percenként. Én nem látszom, én csak kérdezek, én érdeklődök. Tehát engem ez nagyon idegesített. De akkor szent lett a béke? Tehát volt egy időszak, amikor már... Abszolút! Olyannyira szent lett a béke, hogy volt még egy premier, amin ott volt az örkény is, és azt mondtam, hogy hát nézze, egy dologgal meg tudnék igazán békülni. Csináljunk egy párbajt. Milyen párbajt? Hát mondom, egy ivópárbajt. Kihívom magát egy ivópárbajra. Először maga mond egyet, mind a ketten fölhajtjuk, aztán én mondom, és rakott szesz. Kihívnám magát egy ilyen ivópárbajra. Azt tetszik. Akkor tudnék megbocsátani magának, ha az asztal alatt lenne, mert oda hittnám le. Nagyon tetszett neki. Körte, cseresznye, pezsgő, bor. Csak hogy én mondtam, hogy elnézést kérek, de előtte én... Kibéleli. Én előtte kiürítem, szépen nekem el kell mennem a vécére. Nem a vécére mentem, bementem a konyhába, és azt mondtam, kérek szépen 10 deka vajat. Mit? 10 deka vajat? Te a vaj, van, nem? Parancsoljon, itt van, kinyitottak 10 deka vajat, megsóztam is. Megettem a vajat. Majd kimentem, és rendeltem, hogy most akkor pezsgő. És ment összefelé, viszont az én szépen kibélelt 10 deka vajam tökéletesen rendbe hozta a gyomromat. És hiába ment bele, az a vaj szépen körbe simult. És ment az asztal alá. Már az örkény? Persze. És én leszóltam, és azt mondtam, hogy na most meg tudok magának bocsátani. Imádtuk utána egymást. Nagyon-nagyon. Hát ehhez kellett azért ez a fajta pimasság, vagy ez a szemben. Azért mondom, hogy én nagyon pimasz voltam. Tehát ezzel a 10 deka vajjal, meg aztán tényleg. Mindenkinek ajánlom egyébként, ha ital párbajra hív bárkit, előtte 10 deka. Jó jön az bármikor, nem kell ahhoz párbaj. Soma, azt mondtad, hogy azért ez mekkora lemondással jár. Van olyan, amit te nagyon bánsz, hogy kimaradt az életedből, köszönhetően annak, hogy te erre a pályára adtad a fejed. Csak azok kedvére, akik annyira nem mélyedtek el a te mérhetetlen nagy vasakaratodba, én úgy tudom, hogy te volt, hogy te ilyen 3-kor fölkeltél azért, hogy akkor kezdjél gyakorolni az ujjaiddal, különböző fémpénzekkel, mert akkor a legelgémberedettebbek az ujjak. Volt, hogy véresek voltak az ujjaid, olyan megáltalkodott fanatizmussal gyakoroltad hosszú éveken keresztül, hogy tudj bánni különféle pénzérmekkel. Hát igen, ilyen volt. De hát ez borzasztó, azért lássuk hát, be. Szerintem ez az a faj, nem tudom, túl sok Rockyt néztem, hogy nem tudom, hogy honnan jött ez az egész. Ez szerintem az a fajta ilyen fanatizmus, ami már nem feltétlenül jó, de én úgy voltam vele, hogy már pedig mindent, all in. Tehát, hogy ezeket a részeket én nem sajnálom. Egyébként pont most én, hát most már lassan 10 éve nem gyakorlok ennyit, meg így pénzérmékkel, és pont most egy néhány hónappal ezelőtt újra elővettem a pénzérméket, és így újra elkezdtem gyakorolni, és éreztem, amikor kezdett megint egy kicsit így megkérgesedni az ujjamnak a két oldala pénznyitásoktól, ugye ahol be vannak reszelve az érmék, és olyan kellemes retro feelingem volt ettől, jaj, hogy így visszaemlékeztem, hogy azért volt ennél. Hát szerintem az összes csoporttársam gyűlölt ezeket a pénzérméket, mert hogy mit összecsörögtem, meg elejtettem őket egyetemen, meg erőadások közben folyton a kezembe forogtak, meg mindent. Ja, mindenki szórakoztatta, ha kérte, ha nem. Nem, ez igazából inkább ilyen monoton gyakorlás volt. Tehát ültünk, és így csak azt hallottad, így hangokon, hogy
És akkor tudtad, hogy Soma pénzet gyakorol az asztal alatt. De olyan nem volt, hogy a barátaid nem gyakoroltak pénzzel az asztal alatt, hanem mentek mondjuk csajozni és inni. És te nem mehettél, mert neked gyakorolni kellett. Hát ilyen nem volt. Olyan volt, hogy mondjuk Balatonra lementünk nyaralni, és én akkor az a VB előtti nyár volt, ez körülbelül egy évvel volt a világbajnokság előtt, és akkor én vittem a körülbelül 60 kilónyi rekvizitemet, és mindenki reggel lement a strandra lángoshozni, meg sörözni, meg túlélni az előző másnapot, és én még egy jó két órát fönt teljes tetőtől tapig öltönyben, meg mindenhogy ott mindent összeszerelve. Úgyhogy ugyanannyit fogyasztottál, mint a többi előző este? Igen. Hát nem irigyellek. Az tényleg az hősies. Az fájt. De kellett. Vagy szóval, hogy mondjam, nekem ez ilyen berögződés volt, meggyőződés, ez így kell. Tehát ez nem volt lemondás azon a ponton, meg egyébként azóta se gondolom, hogy élem meg úgy, hogy az volt, hanem én azt gondoltam, hogy ennek itt van így a helye. És ez így kell, hogy legyen. De azt tudtad, hogy mi a cél? Tehát, hogy mi az, ami hajt? Tehát a becsvágy, a pénz, a siker, a népszerűség, valami megmutatás, valaki nem. A nők és a pénz egyértelműen. Nem, viccelek. Nem, hát bár a bűvészkedéssel azt gondolom, hogy lehet csajozni, hogyha az ember ügyes, de azért... Hát a sikeres. Igen, de nem a legcsajozósabb. Tehát egy jó sportkocsival több nőt lehet összeszedni, mint egy jó kártyatrükkel, maradjunk annyiban. Jó, de ha valaki bűvészvilágbajnok, akkor lesz sportkocsia, nem? Hát nekem nincs, de lehet, hogy lehetne. Nem volt ez ilyen típusú lemondás. Egyébként lemondásnak inkább azt... De ezt sem tekintem úgy lemondásnak, igazából csak máshogy alakult az életem, mint például a két nagyon közeli gyerekkori barátomé. Ugye előttem is volt egy olyan minta, hogy a szüleimnél én első gyerek vagyok, és ők fiatalabb voltak, tehát édesapám volt 24-25, anyu meg 22, mikor én fogantam. És ugye, ha megkérdezel engem mondjuk a gimiben, én azt mondom, hogy hát 30 éves koron egy 2-3 gyerekem biztos, hogy lesz. Hát nem lett. Tehát egyértelműen a szakmai sikerek, a karrier határozta meg az életemnek ezt az első szakaszát. Nem bántad? Én azt hiszem, hogy nem. Bár... De nem mond nekem azt, hogy amikor ilyen háromkor a elgéberedett ujjaiddal a pénzérmékkel pöszmögtél, más csinál olyankor. Tehát nem a gyakorol a következő bűvésztőbbire. De beszéljünk erről múlt időben. Hát honnan még napig gyereke lehet. Lehet, hogy egy csaj mellett is fel kell pöszmögni a pénzérmékkel. Ajaj! Nem, hát nyilván ez nem azt jelenti, hát ahogy mondtam, az egyetemen azért volt egy szakasz, amikor itt a szerelmi kapcsolatok elvitték a fókuszt, tehát hogy én azt gondolom, hogy a megfelelő mennyiségi vagy minőségi egyensúly az megvolt ilyen tekintetben az életemben. Az tény, hogy nem vagyok most családos, és azt, de ezt meg nem bánom, mert ennek nincs, tehát hogy azt gondolom, hogy 36 évesen nem vagyok elkésve, egész egyszerűen csak más lesz az életemnek a ritmusa, mint mondjuk édesapámé volt. Volt egy néhány év, amíg ezt így helyre kellett rakjam magamban, tehát el kellett, hogy fogadjam, hogy nem kell ugyanazt a mintát követni, nem kell ugyanazt az utat járni, amit a szüleim jártak, de ezen most már évek óta túl vagyok, és akkor ezt ugye helyre sikerült rakni. Tehát inkább ez volt az, ami egy időben úgy nehézkes volt ezt nekem így a helyre rakni. Viszont a hajtóerőre rájöttél, hogy az mi volt? Tehát, hogy az tényleg a becsvágy, valami bizonyítási vágy? Azért is gondolom, hogy mert amikor világbajnok lettél, volt egy fél mondatod, azt mondtad, hogy téged csak egyetlen egy dolog érdekelt a világbajnoki címmel kapcsolatban, hogy fölhívd az anyukádat, és azt mond neki, hogy világbajnok lettem. Igen. És az, hogy megmarad bennem, hogy az anyukádat fölhívd, és ezt elmond. Igen. Tehát neked ez egy ilyen nagy motor volt. Valamiért igen. Nekem a szüleimként nem ilyen maximalisták még. Tehát soha nem mindig hagyták, hogy kibontakozzunk a hugommal, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy belebukjunk bizonyos dolgokba, de mégis valahogy az mozgatott nagyon. Nem az volt a cél, hogy világbajnok legyek, hanem az volt a cél, hogy felhívhassam és elmondhassam. Tudom, hogy ez a kettő együtt kéz a kézben jár, de hogy a motiváció az inkább az édesanyámmal való kapcsolat körül forgott, és nem a hírnév körül. Én igazából azért bűvészkedtem, és azért versenyeztem, mert imádtam ezt csinálni. És ez volt abban a 10 évben, amíg versenyeztem, mindenem. Tehát, hogy én minden időt, pénzt, energiát, ami szabad volt, ezt ebbe toltam bele. És nekem ez nem kötelességtudat volt, a szüleim ezt nem akarták, ők tehát nem olyan voltam, mint egy sportul, aki toll hátulul a valamelyik szüleje, és addig üti, ameddig nem lesz
lesz első egy versenyen, ők ezt rámhagyták, valahogy ez belülről fakadt, egy belső motiváció, belső indítatás volt ennek az egésznek a hátterében. Az meg, hogy én az édesanyámnak akartam ezt elmondani, hogy vele akartam megosztani, de egyébként a mai napig meglett a világbajnoki cím. Kerestem egy nagyon nyugodt, egy raktár termet találtam, ahol senki nem volt ott a világbajnoksági kongresszusi központban. Felhívtam anyámát, hogy ez Pekingben volt, és az időeltolódás miatt, mikor én megtudtam, itt ilyen hajnali 3-4 óra volt. Ő felébredt, felvette a telefont, iszonyú fáradtan, és mondtam, hogy édesanyám, két dolgot szeretnék mondani. A fontosabbik az, hogy nagyon-nagyon szeretlek, és a kevésbé fontos az, hogy világbajnok lettem. És azt mondta rá, hogy jó. Hát megérte, Sava, megérte. És szerintem iszonyúan örült, csak tudod, amikor fél álomból felébresztenek, és azt se tudod, hogy mi van, akkor hirtelen ő se tudta ezt az egészet lereagálni. De neked ez olyan eufória volt? Elmondani azt, amire vágytál hosszú-hosszú éveken keresztül? Mert tulajdonképpen tényleg ezt így csináltad. Ezek szerint. Én előtte nem ez volt a cél, csak ott valahol ebben összpontosult. Én azt gondolom, hogy részben az volt ennek az oka, amit már meséltem is, hogy ugye egy nagyon nagy stresszel jár egy ilyen világbajnokságon való részvétel, ott a lelki megterhelés, hogy ott, hogy én valahogy egyben tartsam magamat, én édesanyámhoz nyúltam vissza. Tehát én mindig is nagyon közeli, nagyon jó kapcsolatom volt édesanyámmal, és az ő nyugodtsága, meg az ő szava, meg a hangja kellett ahhoz, hogy megnyugtasson engem, úgyhogy ráadásul egy hétig ment ilyenkor a VB-n a verseny, az előfordulók azok 5 napig mennek, és én az utolsó nap voltam, és addig folyamatosan megy az összes többi műsorszám, tehát én már síkideg voltam, de minden nap az anyám hozott valahogy így vissza a földre, beszéltem vele telefonon, megnyugtatott, szóval, hogy valahogy nagyon visszanyúltam a gyökerekhez, és szerintem részben emiatt volt ez, hogy vele akartam nagyon megosztani, és hogy ez volt a motiváló tényező, amiről most itt beszéltünk. Tehát ne úgy képzeld el, hogy évekkel azelőtt is ez lett volna a cél, hanem ott abban a helyzetben az a anyu egyébként a mai napig mondja, hogy ott az nagy éjszaka végig így félelmbe forgulódva, gyertyát gyújtva, meditálva gondolt rám. Tehát az mai napig mondja, hogy ilyen nagy boszorkányság történt ott a háttérben, hogy nagyon velem volt tényleg. Művésznőnek is lehet ilyen története, nem? Mert a tengeren túlon van a fia, ugye? Igen. Milyen gyakran jön haza? Évente egyszer mindig hazajön, most nem jött. A pandémia miatt, igen. Évente egyszer mindig hazajön, 2-3 hetet itt tölt, és akkor krumpli főzelékkel kell várni. Az a kedvence, hogy az a specialitása a művésznőnek? Speciálisan jól csinálom, de az a kedvenc. Az a kedvenc. Meg a galuskája nagyon jó, úgy értesültem, ugye? A gríz galuskája ugye? Zseniális. Meg a citromtorta, én úgy hallottam. Azt is jól csinálom. Te is készültél, ugye? Igen, azt is jól csinálom, igen. Hát azt én neveztem el citromtortának, mert egy citrom öntet van a tetején, de egyébként dióból készül, és szilvalekvárral, nincs benne liszt, csak tojás, darált dió, 2 réteg szilvalekvár, és a tetején citromöntet, amit be kell tenni a hűtőbe, 24 napig áll, és az úgy néz ki, mint egy jégpálya. Gyönyörűen megkeményedik. 24 napig? 24 óráig. Óráig, bocsánat, félrejelte, de mondom, hogy 24 óráig betenni a hűtőbe, az ott megkeményedik, és amikor az ember vágja, akkor úgy recseg rajta az a finom, megdermett citrom. Hát ön érzékletesen mondja el, hogy az ember még ha nem is édes szájú. Nagyon-nagyon. Én közben cukorbeteg lettem. Úgyhogy nekem ez, mit mondjak, hát egy nagyon vékony szeletet azért muszáj megkóstolnom. Neked mi a bűnözés, amikor ilyen nagyon fegyelmezetten élted, vagy éled az életed? Egyébként ez a mai napig így van? Tehát egy bűvész élete végéig fegyelmezetten él? Igen. Hát mi mást is mond? Nem mész korcsolyázni, síelni, mert félted a kezedet. Ja, én gyerekkorom óta elég heves módon síjelek egyébként. Az a sport, amiben igazán jó vagyok. Én az a típusú vagyok, aki síléc, hegygerincen végig sétálunk, és ott, ahol senki, ott jövünk le. Én éveket jégkorongoztam. Ne! Úgyhogy én nem gondolom, hogy...
Szóval persze vigyázok a kezemre, meg hál' Istennek nincs, nem történt vele soha semmi baj, de nem... Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy nem csinálok semmit az életben attól, hát tehát ugyanúgy rám esheti zongora az utcán. Jaj, de tisztellek! Jaj, ez olyan, mint amikor én hidegre meleget, meregre hideget, hogy jégkockát ropogtatok, hogyha tüszös a mandulám, akkor jégkockát kell ropogtatni. Tényleg? Kicsit lehűti. Lehűti, és le lehet kapargatni a tűzőket. Igen. Persze, lefagyasztja, leszeden, és már mehet a móka. Én a szakmám belül lettem nagyon híres, tehát bárhol mentem külföldi kongresszusokra, szakmai rendezvényekre, szemináriumokat tartani, stb. Ott nyilván tárt karokkal fogadtak, és mindenki engem várt. Én ezt egy nagyjából 5-6 évig csináltam a VB után, nagyon sokat évi 30-40 külföldi utam volt, és akkor kicsit sok lett. Ugye egyedül mentem mindig, hiányoztak a barátok, hiányzott a család, és elkezdtem kikopni itthonról, és akkor indultunk el egy picit jobban itthon, és az utóbbi 5-6 év meg arról szólt inkább ez az itthoni építkezésről. Én úgy érzem egyébként, hogy itthon egyre többen megismerik a nevemet, egyre többen a bűvészetet velem társítják, vagy velem kapcsolják össze. Ez frusztrált korábban, amíg ez nem így volt? Nem. Nem? Nem, inkább cél volt, hogy ez így legyen, és nem azért, mert én hírnévre vágyok, egész egyszerűen azért, mert minden, amit csinálok, igazából mindent szeretek, de a legjobb az élő előadásokat a színpadon megtartani. Annál nincs jobb. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem azt mondom, hogy megegyezhetünk benne, de hogy az élő előadásnak van egy olyan jellegű varázsa, amit nem igazán tud semmi se helyettesíteni, és zárójelben szúrnám be ide, hogy a COVID, bár nekem egyébként nagyon sok mindent hozott az életembe, már hogy mivel kellett valamit kezdeni az időmmel, energiámmal, de amit nem tudott semmi se pótolni, azok az élő előadások voltak, ami nagyon hiányzott. És a cél az volt itthon is, azért indított el ezt az Illúzió Mesteri Gála sorozatot, azért szerződtem a Schröder Klubbal, a Duma Színházzal, azért kezdtünk YouTube-ra videókat csinálni, amellett, hogy szeretek videókat csinálni, de hogy az élet minden magyarul, hogy kiszolgálják azt, hogy az emberek megismerjenek, és hogy élőben tudjak úgy színházi előadásokon szórakoztatni, hogy ne legyek rászorulva arra, hogy el kell utazzak Franciaországba, Koreába, Amerikába, Párizsba, vagy ide-oda-moda, mert az is tök jó, csak ez a része megvolt az életemnek, és nagyon, tehát tök jó volt utazni, de elég volt, és igazából most ez tudom, ilyen furcsán hangzik, de Székesfehérváron ugyanúgy tapsolnak, mint Las Vegasban. Tehát, hogy és ez így van, és ugyanúgy élvezik az előadást, és én nekem igazából majd, hogy nem mindegy, hogy hol tartom. Valószínűleg pont azért, mert Vegasban is adtam elő 4-szer, meg volt az is, nincs bennem egy olyan drive, hogy most muszáj lenne valahova eljutni, tehát nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezt könnyebben el tudom engedni a külföldöt, mert hogy már megvolt, de a cél az, hogy itthon minél többen megismerjenek, és hogy itthon minél több embert szórakoztathassak. Hát meg könnyű ezt úgy, hogy az ember már kétszeres bűvész világbajnok, de ezt megjegyzem, ezt a mondatot, Székesfehérváron ugyanúgy tapsolnak, mint Las Vegasban. Kútvölgyi Erzsébetet és Hajnóci Somát látták, hallották. Én nagyon élveztem, köszönöm szépen. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Kívást.